Karácsony után a gyerekek nagy örömére a hó megmutatta pihéit, nem csak pihéit, hanem azt a bizonyos mennyiséget, ami az utakra leesett. A település gazdálkodás kevésbé örült ennek a ténynek, de megbirkóznak vele. Szeretettel köszöntöm a Kozár Michelin TV nézőit és Kozár Michelin lakosságát. Hát igen, most ez a felvétel ez mindig a TV, illetve a hóesések előtt szokott megtörténni. Most már egy főpróba után vagyunk, és már erről lehet azért némi tapasztalatot is mondani. Hát a karácsonyt megelőző időszakban mint egy 15-20 centi hó réteg hullott le a kisvárosunkra. Hát ennek az eltakarítása tulajdonképpen túlzottan nagy gondot nem okozott. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy van olyan, aki ezzel nem volt teljesen megelégedve, de én úgy gondolom, hogy Kozár Michelin útjai járhatóak voltak. Tehát fennakadás a közlekedésben nem volt. A hóesést követően aztán a fagyok miatt, az erős lehűlés miatt napokig sikosságmentesítettük a Lejtős utcákat és az iskolóvoda környéki területet. El kell mondjam, hogy ezzel kapcsolatban is azért kaptunk vicces és kevésbé vicces kritikákat, hogy miért nem szórjuk az összes utat. Hát sajnos annyi szóróanyag nem áll rendelkezésünkre, és csak úgy megemlíteném, hogy egy tonna só az körülbelül közel 30 ezer forint, aztán ebből 25 tonna állt tulajdonképpen két év alatt rendelkezésünkre, amitől tavaly nem igen használtunk. Tehát gyakorlatilag, és már tulajdonképpen a hó vagy a só mennyiségének a közel felét elhasználtuk az eddigi alkalmakkor. Tehát több megértést kérnénk a lakosság részéről is, hogy óvatosabban közlekedjenek, és ne okozzon gondot egy vízszintes utcán az, hogyha esetleg egy kicsit csúszik, akkor ott óvatosan és természetesen téli hógumikkal lehetőleg. Amikor leesik a hó, akkor értelemszerűen, ahogy tudják, a kotrógépek eltakarítják, de akár hó, akár egyszerű jég esetén milyen prioritás alapján döntik el, hogy melyik utcákat, csomópontokat sózzák, szórják homokkal? Hát mindig a fontossági sorrend a következő. Ha olyankor esik a hó, vagy olyankor kell sikosságmentesíteni, amikor iskola szezon van, tehát működik az iskola, akkor minden esetben, de egyébként máskor is, minden esetben az óvoda, iskola környéke, ahol egyébként élelmiszerbolt is van az áruszállítás miatt, mindenki tudja, hogy az óvoda iskola környéke az rettenetesen nagy forgalmat bonyolít, különösen reggelente. Ott több tíz autó, vagy akár száznál is több autó közlekedik egy fél óra leforgása alatt, és hát bizony lehetőleg meg kell akadályozni az, hogy akár a járdákon, akár az utakon baleset történjen. Pici gyerekeket visznek óvodába, karba. Meg kell bizony előzni az, hogy itt ilyen balesetek történjenek, ezért minden esetben a legelső az az iskola és az óvoda környéke. Ezt követően pedig azok a település részek, ahol rejtős vagy erősen rejtős utcák vannak, ebbe az északi lakótelep az egy privilégium, mert nagyon sok a rejtős utca, a Kamilla és a Viola utca azok lent vannak a völgybe, annak a megközelítése csak és kizárólag rejtős utakon keresztül lehetséges. Ezt követően az Öregfalu, vagy az Óváros, vagy hogyan fejezzük ki magunkat, teljesen mindegy. Ezt követően azok a Rákóczi utca, Hunyadi utca, majd ha komoly hóesés van, akkor utána következnek a külterületi ingatlanokhoz vezető utaknak az megtisztítása, mert a külterületen is, a szőlőhegyeken nagyon sokan élnek kinn a Kozár Michelini lakosok. És ezt követően a város keleti része, az újfalui rész, újtelepi rész, annak a takarítása történik. Minden esetben úgy csináljuk, hogy két traktor egymást követve tolják széle, és mindjárt le is szélesítik az utat. Egyszerre mindenhol nem tudunk ott lenni, ezt azért meg kell jegyezni, és ezért kérjük a lakosság türelmét.
egy-egy ilyen esetben, hogyha hóeltakarítás van. Jelenleg milyen főegységekből áll a géppark, illetve ennek a felkészítése hogy sikerült a tél előtt? Hát a gépeink, olyan helyzetben vagyunk most, hogy a nagy gépeink, az MTZ 820.4-esek, illetve van egy 892-esünk is, most már mind 4 éves korban vannak, tehát gyakorlatilag újszerű állapotban vannak ezek a gépek, tehát üzembiztosak. A tolólapjaink azok minden esetben föl vannak készítve a tél fogadására, mert a gumiéleket rendszeresen forgatjuk, illetve cseréljük. A szórógépünket azt átalakítottuk, sokkal normálisabban is, és úgymond jobb minőségében jobb munkát végez ezzel az átalakított szórószerkezettel. Gyakorlatilag úgymond teljes mértékben a lehetőségeinkhez képest felkészültünk. Felkészültnek mondhatjuk magunkat a télre. Említette, hogy a rendelkezésre álló 25 tonnából már körülbelül a fele elfogyott, ami a... 10 tonna körülbelül már elment a sóból. Homokból abból van még betárolva elég sok, az biztonságosan elég lesz. De ha azt nézzük, hogy a sónak is elégnek kell lennie. Tehát biztos vagyok benne, hogy elég, de csak úgy, ahogy azt említettem, hogy elsősorban a lejtősutak és azok a járdaszakaszok, amik közterületen vannak, Öregfaluba, Művelődési Háznál, Iskolóvoda környékén, ezekre az aszfaltozott járdaszakaszokra ez a sómennyiség biztonságosan elég fog lenni. Ez a decemberi havazás a nagyokhoz képest viszonylag kicsinek volt mondható. Mi lesz, hogyha beüt egy szokásos februári nagy havazás? Hát, hogy mi lesz, azt így előre megmondani, nem tudom. Minden esetre állunk elébe, gépeink rendben vannak, ami tőlünk telik, mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a fennakadás város közlekedésében, gyalogos és autó közlekedésében ne legyen probléma. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.